be. Figyeljük. Hölgyeim és uraim, tessetek nézni, most következik ez, amiről az előbb meséltem. Figyeljük a hangját, hogy csoda vagy nem. És a hátára fordítja a gépet, és lekapja a gázt. Lekapja. És visszakerül. Visszakerül vízszintesbe. És megvolt a bukfet. És mi a motorra még jön lefelé. És most indította! Elég soraim! Ez a nyílt soraim! Elég soraim pillanat pillanatban. Ez az, ami ott van. Na ez még a 52-es pilótát a helyzőben látta. Semmilyen műrepülő pilóta ezt még nem csinálta. Ez itt a kis tudnias, vár egy úszé, nem érdekes vagyok. Még 29-es vadászpilóta, és akkor szép csendesen. Hoppá! Ez volt a csendesen. Ő van keresztül, akkor a csendesen. Igen, ez az, ami nem semmi. Szintén a hangja. És nézd, milyen szuktörön repülünk. Ilyenkor 5-6-7 ötelődése van. És amikor a fejből a vér elindul lefelé, és mindig a tűvel szúrják a lábadat. És a gyomrod, bocsánat, elindul a gerince virány. A gyomrod elindul a gerince virányába, a negatív túlterhelés, amikor ez fordítva történik. Csak a különbség a kettő között az, hogy nézd meg a fejét, meg a feneket méretét. Szóval kérem tisztelettel, most ismételten megborítja, itt szépen csendesen, kiengedett futóban van egy sebesség limit, és itt pökör. Itt ott futóval egy áthúzás. Futó belé is emelkedik. Lehet, hogy csinál egy felfekúvalat. Lány az így, szépen van bezetve a repülő, és milyen szép